Dalra hívó címmel tartották meg hangversenyüket a Makói Általános Iskola Bartók Székely Intézményének diákjai. Az évről évre megszervezett rendezvény céljairól a Kicsinyek kórusának vezetője beszél stábunknak. Azért tartjuk fontosnak a Dalra hívó koncertet, hogy a kedves szülők az egész év során felgyűlt sikeres eredményeket itt élőben, helyben láthassák, ugyanis a legtöbb versenyhez utaznunk kell, és nem sok szülőnek van lehetősége hétköznap velünk utazgatni. Ezért összeszedjük a szép eredményeinket, és itt egy napon, egy helyen megmutatjuk a szülőknek. A Bartókban rendkívül fontos szerepet tölt be az énekzene magas színvonalú oktatása. Tudásukat a gyerekek nem csak az iskolában, hanem különböző megmérettetéseken is kamatoztatják, ahol sok szép sikert is elérnek. Hódmezővásárhelyen a Liszt Ferenc énekzenei tagozatos általános iskolában múlt hét pénteken volt a minősítő koncert, ahol a megye összes énekzene tagozatos általános iskolája bemutatkozott kórusával, és nagyon rangos zsűri előtt minősítést szereztünk. Emellett a Kicsinyek megszerezték az évkórusa címet is a rendezvényen. Egyik tagjuk Dóra mesélt nekünk élményeiről, és hogy miért is szeret ehhez a csapathoz tartozni. 2 éve járok erre a kórusra, és azért szerettem, mert Szilvi néni, a tanárom, nagyon jó zenéket választ, amiket elénekelhetünk majd a versenyen, és dupla annyi örömet kapunk, mint mondjuk más iskola. A hangversenyen számos Kodály szólam csendült fel a híres zeneszerző és népdalkutató tiszteletére, akire idén halálának 50. évfordulója alkalmából is emlékeznek. A Dalra hívó koncertről készített hosszabb összefoglalónkat ma este Társalgó című kulturális magazinunkban láthatják a híradó után.